Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Kísérletünkben az anyag megmaradás törvényét igazoljuk. Ugye az anyagok tulajdonsága összetételük és a bennük lévő atomok kapcsolata alapján megállapítható, és azt határozza meg a tulajdonságait. Az anyagi változás, tehát az olyan anyagi változás, amelyben új összetételű anyag keletkezik, kémiai reakciónak nevezzük. A kémiai folyamatokban egymással reakciókba lépnek a kiindulási anyagok, és új anyag keletkezik, de az együttes tömegük a reakció végén gyakorlatilag ugyanaz kell, hogy maradjon, hiszen anyag nem veszik el. A kísérletünkben megnézzük azt, hogy két szintelen oldattal mi történik, hogyha összeöntjük, illetve megvizsgáljuk, hogy hogyan változik meg a két oldat együttes tömege. Tehát a kálium-jodid oldatot tartalmazó lombikot megmérjük. 70 gram az egyik is. Előzetesen készítettük elő, hogy egymásra reakcióban lépjenek. A másik is, 70 gram. És ebben az esetben átöntöm a kálium-jodidot a holomnitrátot tartalmazó oldatba, és azt látjuk, hogy élénk sárga színű csapadék keletkezik. Ez az élénk sárga színű csapadék az ólomjodid. Kémiában csapadéknak nevezzük az olyan anyagokat, amelyek vízben nem oldódnak, és megmérjük az együttes tömegüket, és valóban azt tapasztaljuk, hogy együtt is 140 g-ot mutat. Tehát kísérletünkkel igazoltuk, hogy a kémiai reakció során az anyagok tömege nem változik meg, és a keletkezett anyagok együttes tömege ugyanannyi, mint a kiindulási anyagok együttes tömege volt. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!